Az itt látható edényben meleg víz van, a téli időszakban az 1800-as évek tájékán már nem csak a Kneipp váltófürdőnél, hanem a magyar polgári és népi gyógyászatban is használják a melegvizes és a hideg váltott rendszereket. Nagyon egyszerű elkészíteni, mert egy kis melegvizet belerakunk egy laborba, ahogy itt is van, és ehhez én durva házisót, látszik is, hogy nem tisztított, ehhez egy kis házisót rakok hozzá, nem a szuper mostani modern, hanem a kősó, ebből belerakunk a meleg vízbe, ezt az egészet megpróbáljuk egy kicsit föloldani, és utána pedig, itt ez egy egyszerű edény, körülbelül egy liternyi házi készítésű ecetet öntök bele az edénybe. Ez alma és körte és erős paprika keverése ecettel és gyógynövényekkel. Ezt otthon önök is el tudják készíteni, nyugodtan bele lehet rakni más anyagokat is, és elkezdünk egy gyógynövényes áztatást, ehhez pedig ugyanúgy, mert ma nagyon nagy divat, házi készítésű szappanokat használtunk, itt most egy disznózsír alapanyagú és 10-11 féle gyógynövényt és különböző iszap keverékeket használunk. Az ájurvéda szempontjából is ismert módon a gyógynövényeket a szappanos átdörzsöléssel, megkérjük így egy picit a szappanhoz használatos gazdát, hogy egy picit átmoshassuk, így a gyógynövények és a szappanban lévő hatóanyagok azok beszívódnak. Nyilvánvalóan kisfilm miatt ezt itt most rövid ideig fogjuk látni, egy legalább fél órás átdörzsölés, átmosás kellene az ecsetes sós vízbe a gyógynövényes szappanokkal. A gyógynövényes szappant önök is tudnak készíteni. Hát mi ezt már egy ideje használjuk itt a gyógyító technikáinkban. És amikor jól átmostuk, de mondom, ez most kisfilm, nem tudom, hogy innen látszik ez kisfilm most, tehát nem ennyi ideig tartjuk itt. Ugye mellettünk, itt a téli időszakban, mert egy csodálatos időszak van, a váltófürdőnél a havat is megtaláljuk, és így egy picit a keringést megpróbáljuk gyorsítani. Az egyik lábnál már át is dörzsöltük, de mondom, ezt is lehet hosszabban. Majd a másik lábnál is, ugye a kis kristályokkal, szemekkel átdörzsöljük, lehűtjük, pesdítjük, majd visszarakjuk ide, és újra fölmelegítjük, és ezt többször is meg lehet ismételni. Akár még fél óránál hosszabb ideig is, nyilván ott kell lenni azzal, akit kezelünk, figyelni, újra melegíteni a vizet. Itt talán mutatja is a kamera, hogy zavaros, sötétes színű, mint egy ilyen termálvíz az egész. Hát ez a gyógynövények, a keverékek, a kivonatok miatt, és nézzük meg, itt a szappannál is láthatóak, hogy a gyógynövény szemek a főzésnél, a melegítésnél belekerültek a házi készítésű szappanba, és ezeknek az anyagoknak, ezeknek a kis szemcséknek és az alkoholos kivonatoknak a dörzsölésével visszük be a gyógyító anyagokat a lába, és innen a lábban keresztül keringéssel pedig följut a szervezetbe, és innen már nem is kell sokat tenni a kezelőnek, csak megkéri a lábgazdáját, hogy emelje meg a lábat, és szépen megdörzsöljük, ez is masszázs, szeretettel kell végezni, átmelegítjük, és ezt hetente egy-kétszer, ha megismételjük, nem tudom, hogy tetszenek-e látni, nagyon jót tesz a lábgazdájának, időseknek is főleg. Gondoljunk csak bele, hogy annak idején a paraszti kultúrában, a konyhában egy lavor vízzel, a sparhelt mellett ugyanilyen gyógyító technikák működtek. Gyorsan a másik részét is megtöröljük a lábnak, melegen tartjuk, tehát a törölközőt nem kell sajnálni, hanem igazából azt ott hagyjuk, és átpesdül az egész, és fölszívódik a bőrön keresztül, reflexzónákon keresztül fölszívódik a gyógyító anyag. Ha nem itt lennénk, most már egy kis időnk lenne, én még darált vagy őrölt fokhagymát is tettem volna bele.
a vízbe, úgyhogy mindenkinek jó kutatást, jó próbákat, és higgyék el, hogyha megcsinálják a társuknak, párjuknak, nagypapának, nagymamának, nagyon-nagyon fog örülni. Szőke András voltam innen a kertből, februárban, a hóból, ahol a tél ugyanolyan öröm, mint a nyár.